csapatzászlót avatott a Székesfőváros tűzoltósága a főparancsnokság udvarán. A kormányzó képviseletében megjelent Vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminisztert Vitéz Kis Lajos tűzoltó főparancsnok fogadta. A zászlóanyai tisztséget Szendi Károlyné Budapest Székesfőváros polgármesterének hitvese töltötte be. Zászlóavatás után leleplezték a hős tűzoltó emlékművét, az ideálistájét, akinek lelke az istené, szíve a hazájé, karja a gyengéké és becsülete az övé.